Hello mindenkinek, Sóti vagyok, és nem más jön, mint az első Fallout 4 stream. Ezeket még gyorsan ide berakom, ezt itt gyorsan leveszem, a hangot majd nem sokára meghallgatjuk. Hello. Jobb hang megy. Good, good, good. Pillanat, még éppen a... kezelem a dolgokat. Na. Jó, ha minden igaz, akkor minden igaz, akkor megy, úgyhogy fuck yeah. Az előbb van. Ezt ismét leállítjuk. És állítjuk. Na. Jó. Good, megy. Fallout 4, itt van. Végre valahára. Igen, nem haltam meg, elnézést mindenkitől, aki régóta várt egy videóra, ugye most volt egy közel hónapos kiegyes a csatornán. Hát rákészültem testiekben és lelkiekben a Fallout 4, na jó, ez nem feltétlenül így igaz. Különböző okokból volt ez így, nem mondhatok senkit, szerintem aki régebbi ember az már tudja, hogy ez így működik nálam, hogyha éppen úgy jönnek össze a dolgok, akkor egy jó ideig nincs videó, de most újra itt vagyok, még hozzá nem mással, mint egy laza kis, hát egy egész napon át tartó, tervezem legalábbis egy egész napon át tartó Fallout 4 streammel. Úgyhogy, hát fuck yeah, kezdjünk is bele. Én csak felinstaláltam és rányomtam arra, hogy play, hogy megcsinálja ezt a DirectX-et, eddig a menüig jutottam, vagyis hát ez ilyen főmenőszerűségnek mondható, eddig jutottam, még nem indítottam el egyáltalán a játékot. Viszont annyira jó érzés, amikor így belépsz és kérje, hogy a ajánlott beállítások ultrák, és így bemész, és így minden ultrá van, és így a... Igen, meglátjuk, hogy hogy ez mennyire fog ténylegesen működni. Ez a minden maxon, minden ultrán. Hát remélem igen, mert a játék annyira nem néz ki hűde eszméletlenül gyönyörűen. Úgyhogy azért nem ártana, hogy menjen. Még akkor is a streamelek, már pedig ugye, nem tudom ki mennyire tudja, de azért a stream az ugye eszi a gépet, nem is picit. De hát meglátjuk, hogy mennyivel megy. Remélem, hogy azért a 60 FPS tudja itt tartani, ha nem, akkor majd még picit ügyeskedünk beállításokkal. Nos, akkor eljött az idő, amire hónapok óta mindenki várt. Rányomok arra, hogy Fallout 4 play. És valamiért még mindig a streamlet szólik, de mindjárt megoldjuk. Oh yeah. Jó, hát a 144 FPS-t egyelőre tartja, nyilván ez csak a menü, de... Hát ha annyit tart, akkor wow. Akkor nem picit leszek boldog. Én ezt így el tudnám nézegetni még egy jó darabig. Arra mindenki most készüljön fel. Tudom, hogy lesz, akinek ez nem fog tetszeni, de készültek fel. Én bizony lassan fogom ezt a játékot. Nagyon-nagyon-nagyon lassan. És tök miért, hogy ki mennyire rage-el, mennyire dislike-ol, nem fogom ezt máshogy játszani. Nagyon lassan fog menni. Ez úgy fog kinézni, hogy azt egy fél órát fogok eltökölni csak a karakter készítésnél is. De ez a játék nagyon erősen a hangulatra épít. Nyilván ezt, akik új játékosok is nem nagyon játszottak a Fallout 3 mappán, hanem a maga idejébe, azok nem feltétlenül tudják ezt átérezni és megérteni. Ettől függetlenül én imádom a Fallout 3-at, és nagyon-nagyon vártam a Fallout 4-et, úgyhogy én tényleg itt nagyon... Hát úgy fogok játszani, hogy amúgy ez a poszter, ami ott van, ez a két poszter, amit odaadtak, az a Fallout tekes, meg a Nuka Cola-s. Facebookon raktam is képet. Az még mindig epik. Na jó, megnyomunk egy gombot. Azért, hogy elinduljon, majd még valószínűleg a... Hát ez. Majd még valószínűleg az egérérzékenységgel fogok játszadozni, ami fura, mert itt konkrétan nem látok egérérzékenység beállítást, ami picit... megvan. Jó, ez fél kultúrán egyre normál mehet, aztán majd ha nagyon kell, akkor... átállítjuk. Szép van, travel, igen, saving Pip-Boy, tease me. Pip-Boy Bop, of course on! Majd ezt is le fogom tesztelni. Ez mi volt? Mint hogyha... valami fura visszhang lett volna, na mindegy! Let's eat. Jó, hát a gameplay az ennyi, talán akkor a hangnál lesz a felirat. Hát nem. Megvagy.
General subtitle az nem kell, átlagos subtitle az igen. Igen, mint szokás szerint, aki már ismer, ezt is tudja, hogy nem fogom mi fordítgatni ezeket a dolgokat. Pipoly color, huha. Nem fogom én fordítgatni ezeket a... ez király. De maradunk a retro zöldnél. Nem fogom én fordítgatni ezeket a dolgokat, szerintem az úgy nagyon elrontja a játékot, úgy ahogy van. Hogy nyilván aki nem ért, hát az szomorú, de szerintem a nézőközönségem nagy része igen, mert ha csak nem hazudnak nagyon a YouTube statisztikák, akkor legtöbben ez a iskolás korosztályban vannak, és ugye manapság már kötelező az angol tanulás, úgyhogy vélhetőleg a legtöbben azért értenek, ha más nem alapszinten angolul, nyilván a fiatalabb vagy az idősebbek, akiknek ez még nem volt, vagy már nem volt, azok nem feltétlenül fognak érteni, azoktól elnézést kérek, viszont ez az úgy nem működik, mint játék, mert hogy én közben folyamatosan fordítok, mert egy akkor én nem tudok figyelni, és nekem is kell figyelnem a játékra, hogy közben játszani akarok úgy normálisan. Kettő szerintem az úgy nagyon rontja az unblock minőséget, meg élvezetet. Anyway, kezdjünk bele a játékba, a beállításokat nagyjából letisztük, nem volt túl sok minden, a grafikát azt már kint beállítottuk, úgyhogy let's do it, new game. Start new game, hát persze. Ez az en annyira epik, én ezt fogom hallgatni órákig. Na nézzük. Igen, tudjuk, Bethesda. Fallout 4. Tan tan tan. Ez már in-game vagy videó? Mert ha videó, akkor fura, hogy 144 FPS-re renderelték. War never changes. Igen, ez videó. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction. Domestic robots, fusion-powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in the army taught me one thing, it's that war. War never changes. Kész. Én már imádom ezt a játékot. Engem kész, ennyi meggyőzött. Viszont a fél alatt hiába kapcsoltuk be, nincs. War never changes. You're gonna knock him dead at the Veterans Hall tonight, hon. You think? Absolutely. Now get ready and stop hogging the mirror. Right. Igen, most fogjuk megcsinálni. Én teljességében ignoráltam az információkat a játékot illetőleg, hogy a legtisztább élvezetet kaphassam a játéktól, ha ez így nem hangzik túl furán. Tudunk betűkkel is? Aha, tudunk betűkkel is. Igen, mint mondtam, én itt el fogok tökölni egy darabot. Hát vagy az alap karakter, vagy ez, legyen ez. Ne az alappal menjünk. De nyilván ezt majd még
fogjuk, hogy tudom. Úgy, jó klikkel irányítom, és... Wow. I love that face. Szóval ez az állkapocs, ez itt a száj. Scale Dams, wow, ez király. Mit tudunk? Mouse wheel, movement és scale. Hát jó. Not bad. Not bad. Orr. Nagyon jó nagy orra. Csak nagyon lehajló. A, D. Ja, ez hogy mennyire hiszi ilyen. Igen, lehet A, D és SV a scale. Ez szokásos. Mondjuk már így is alapból nagy orra van, nem kell ezt még nagyítani, de ja. Azt viszont nem tudom, mennyire hangos a játék. Szerintem nagyon halk. Such a cute nose. Miért csak ott fölül? Hogy külön lehet az ajkak? Wow. That's cool. Picit nagy az ajkad. Yeah, not bad. Csak a felsőt, úgy.